A felújított sportpályán rúgják a bőrt a Kizur István általános iskola diákjai. A teljes rekonstrukció egy hónap alatt valósult meg. Jako je važno opredeliti sredstva za razvoj školskog sporta, jer ulaganje u decu jeste i ulaganje u budućnost i ono što je zaista blago i ako ulažemo pravilno, ako ulažemo dovoljno novca u našu decu, to će nam se vratiti kao bumerang. A Szerbiai Sportszövetség két új futballkapuval és röplabdahálóval ajándékozta meg az iskolát. A tervek szerint hamarosan két új kosárpalánkot és kosárlabdákat is kapnak. To je naš cilj. Svih nas koji radimo u sportu, da jednostavno toj deci pružimo što bolje uslove, jer jako je teško decu zadržati na sportskim terenima, a pogotovo ako su ti sportski tereni uronuli i nemaju uslove za rad. Szabadka város továbbra is támogatja azokat a beruházásokat, amelyek a sporttal, illetve az iskolák sporttevékenységével kapcsolatosak, hangsúlyozta Bogdán Labán. Napravili smo jedan futbolski teren koji je dostojan za odigravanje različitih utekmica kao i za našu decu da mogu na kvalitetan način da imaju fizičke aktivnosti. A tartományi sport és ifjúsági titkárság mindig is támogatta a felnövekvő generáció sporttevékenységére irányuló beruházásokat, húzta alá Vladimir Batez. Sekretariat je finansirao ova dva terena konkrétno sa ukupno 3.050.000 dinara, znači od bojkaških košta 1.150.000, rukometni 1.900.000. A Szabadkai Oktatási Intézménynek több mint 700 tanulója van. A tervek szerint a jövőben számos sporteseményt tartanak majd a pályákon.